sok-sok évvel ezelőtt talán, hát még igen, 7-8 évvel ezelőtt Prágában jártam a barátnőm Erezes Judittal, és azért nem akarok előre szaladni a történetben, mert hogy most már milyen fontos helyem, vagy milyen pozíció tört be az életemben, mert akkor még egyszerűen csak együtt voltunk, és egy prágai utazás alkalmával ellátogattunk a zsidó temetőbe. Ahogy úgy beléptem, rögtön éreztem valamilyen fura töltöttséget, valami érdekes volt, hogy bementem ebbe a temetőben, és pont egy olyan napszakban, amikor a színek meg a fények pont annyira jó volt, mint hogyha az egész egy kicsit úgy megelevenedett volna. Még mielőtt megérkeztünk ebbe a temetőbe, akkor már tudtam, hogy ugye van egy plusz érdekesség, ugye a cetlikre feljegyük a kívánságainkat, és be tűzdeljük a kőtáblák közé vagy alá, akkor ezek teljesülhetnek. Én még soha ilyet nem csináltam sehol. Megírtam ezt a kis cetlit, mikor tudtam, hogy ez is van, akkor kiszaladtam egy ilyen kis presszóba, és kértem, hogy ittam egy kávét, talán még egy jó prágai sört is. És felírtam erre a cetlire a kívánságaimat. Biztam abban, hogy teljesülni fog. De kicsit azért szkeptikus voltam, de olyannyira erős volt a helynek a vonzás, és mondom tényleg az ereje, hogy megírtam a kívánságokat, betűztem a cetlit. Nagyon hittem benne, nagyon akartam hinni benne, és aztán ennyi. És aztán eltelt pár év, akkor már szinte bizonyosra vált, hogy már jó időt együtt töltöttünk a Judittal, és hogy ez valószínűleg sokáig így is fog maradni. Tehát az első kívánságom az volt, hogy Juditta épségben, egészségben, ameddig csak tudjuk, toljuk a közös szekerünket, és szeretjük egymást. A másik kívánságom az volt, hogy nagyon szerettem volna, hogyha lenne egy közös gyermekünk, és ez meg is történt. 2010. november 1-én megszületett a kisfiunk Mihály, tehát kettő már teljesült, és akkor így már csak azt gondolom, hogy nem is történt másképp, tehát nagyon erős a bizalmam a harmadik kívánságomban is, amire még nem tudok sajnos nyilatkozni, mert az a... Majd csinálunk egy ilyen... Még egyszer leülünk beszélgetni, egy olyan... Remélem, ilyen 40 év múlva akkor meg fogom tudni mondani, hogy teljesült a kívánságom, vagy nem.